A dinamikus évkezdet után is pozitív eredményeket produkál az építőipar hazánkban és megyénkben egyaránt. Erről is beszélünk a következő percekben. Vendégem a témában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi építészkamara elnöke, Vég József, köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Valamikor egy jó fél évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk, akkor egy ilyen félig meddig jóslás, előrelátások, mire lehet számítani ebben az esztendőben, mekkora lehet az építkezési kedv, és ezt mi segítheti, illetve mi vetheti kicsit vissza, beigazolódni látszódnak mindazok, amikre önök gondoltak, vagy amit sejtettek ezen a téren? Én azt gondolom, hogy a szakmabelieknek, de talán úgy általában az átlag állampolgárnak sem okozott nagy meglepetést, hogy mi történt az év során. Évek óta beszélünk a munkaerőhiányról, beszélünk az árak folyamatos emelkedéséről, nyilván a külföldön dolgozó munkaerő hiányzik a mai építőipar itthoni kapacitásából, és a többi. Úgyhogy valójában a részben a pályázati források, az EU-s hátterű projektek, részben pedig a csokkal kapcsolatos lakásépítési boom, ha tetszik, hát olyan viszonylag behatárolt időn belül megjelenő, hát nagy mozgatója a piacnak, vagy az építési igények megjelenítésének, hogy ezek egyszerre nem voltak jó kezelhetők és kielégíthetők a szakma részéről, hiszen nem kell elfelejtenünk, 3-4-5 évvel ezelőtt egy válságidőszakot éltünk meg, és az megtizedelte a kivitelező és a tervező, tehát általában véve az építőipari kapacitásokat. Úgyhogy ez a meggyengült szakma találkozott most ezzel a nagy igénybevétellel, amihez persze mi próbálunk felzárkózni, vissza is töltődött valamilyen szinten az építőipari szakember állomány, egy olyan 300 ezer fő építőiparban dolgozó munkaerőről szoktunk beszélni. A válság idején ez 250 vagy 230 körülre lecsökkent, ez most visszatöltődött, de nem olyan struktúrával töltődött vissza, ami optimális volt. Úgyhogy hát tele van a szakma legalábbis a fizikai állomány tekintetében, nem megfelelően képzett szakemberekkel, azért mondjuk őket azért szakembereknek, és azért ez nem pontosan ugyanaz a tudású közeg, mint amivel meggyengült valamikor a szakma, illetve hát akik külföldön dolgoznak, azok pedig a szakma krémjét jelentik, ha úgy tetszik, hiszen eladják magukat, és ők hiányoznak itthon. Az elmúlt esztendő november 1-e egy fontos időpontnak számított, ha nézzük azt az álfa értéket, ami egy ideig, két évig 5% volt mindössze, viszont akiknek addig nem sikerült építési engedélyt szerezni, ugye ők már talán ebben a kedvezményben vagy segítségben nem részesülhetnek. Most már ugye nincsen móda arra, hogy ezzel éljenek. Kik kaptak még valami kis határidő eltolást, kitolást? Volt egy pontosítás, vagy egyfajta, mondjuk, hogy a valósághoz és a realitásokhoz igazodó kormánydöntés a tavalyi évvégén, és ezzel a bizonyos 18. november 1-es határidővel azok a projektek, amelyek építési engedéllyel addig már rendelkeztek, illetve külön kategória, ez az egyszerű bejelentés eljárással épülő családi házak világa, aki ott az építési napló feltöltésig eljutott és elkezdte eddig az időpontig a munkát, azok kaptak tulajdonképpen 5 év haladékot, és az áfa eredetiek szerinti kezelhetőségét, vagyis hát ezt a kedvezményes 5%-os áfát tulajdonképpen mindazok, akik ebbe a körbe így bele tartoznak, élvezhetik ennek az előnyeit, 5 éves időtartamon belül kell befejezzék a beruházásukat vagy az építkezésüket. Akinek ez így nem jött össze, azokra a jelenlegi szabályok szerint visszatér a 27%-os áfa. Minden szempontból leképezi mondjuk a megyei helyzet azt, ami Magyarországon most jellemző építési kedvet tekintve? Hát kicsibe azt gondolom, hogy igen. Azért nagyon érdekes például a lakásbumról szóló statisztikákat nézegetni, olvasgatni. Tehát itt a statisztika azt mondja, hogy az ezzel kapcsolatos társasházépítési bumnak
Az elsődleges terepe azért a budapesti agglomeráció, Győr-Sopron megye, és mondjuk a nagyvárosaink, a megyei nagyvárosok leginkább. Aztán valameddig még eljut ez a dolog a kisközépvárosok világába, akiket itt a magyar realitások szerint pár tízezer főre lehet tenni. De én például dolgozom most folyamatában Sátoraljaújhely városába. Ő az én értékrendem szerint egy patinás, szép Zemplén fővárosa, ha tetszik, és 15 ezer lelkes település, és azt mondják ott a helyi önkormányzat világában, hogy szinte egyáltalán nem épül családi ház. És nem épülnek lakóparkok sem, tehát ez a fajta lakásboom, ez minimálisan érinti őket, tehát ettől kezdve meglehetősen változatos a kép az ország. Most éppen a megyei kérdésre egy szomszéd megyei választ adtam, de nem sokkal jobb a helyzet azért a mi kis középvárosainkban sem. Bár például Nyírbátor egy városi menedzselésű bérlakásépítési programon dolgozik, Máté Szalkán járok, időnként látok azért új épületeket, sőt nem ritkán kortárs hangulatú, kicsit nem is annyira hagyományokat tisztelő lakásokat, hanem inkább az új szelek és inkább az ország centrumából folyó szeleknek a hangulatát hozzá, de jó dolgokat látok. Úgyhogy ettől függetlenül nagyon heterogén a kép, azért a nagyobb lakosság számú centrumokban sokkal erősebb a lakásépítési kedv. Maradjunk a megyénél. Egy remek kiadvány volt itt önnél, amit itt meg lehet nézegetni, lapozgatni. Pénteken jött ki a nyomdából, ugye a Szatmár Beregi építészeti tájegységi arculati kézikönyv, ami valóban számomra ugye egy szép kiadvány, nyilván hasznos is önöknek szakmai berkekben. Miért van ez az arculati kézikönyv? Kinek van erre szüksége? És ki gondozta ezt? Ez egy nagyon érdekes történet. Tavaly év elején, tehát 2018 elején az országban már tulajdonképpen a települések nagy részének elkészült ez a bizonyos településképi arculati kézikönyve, aminek kapcsán egy nyíregyházi szakmai konferencián ezt a címet használtuk, hogy takon innen, takon túl, mondván, hogy a nagy része a tapasztalatoknak akkor összegyűlt, és ez a konferencia a megnyitót illetően Füleki Zsolt helyettes államtitkár itteni látogatásával és egy nyitó előadásával kezdődött. Ez az alkalom szolgáltatta ezt az ötletet, amikor mi a rendezvényhez kapcsolódó egyéb ilyen folyosói keretek között váltottunk néhány szót a helyettes államtitkár úrral, hogy a megyei tapasztalatok tükrében valamiféle összegző kiadvány szerencsés lenne, annál inkább, mert mint megtudtuk, de más forrásokból és a hozzáférhető szakmai sajtóból az országban kísérleti jelleggel kijelöltek központilag a miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkársága 7 tájegységet, ahol egyfajta ilyen összegző kiadvány a megszületését támogatták, és ezt valakik elnyerték, és elkezdték csinálni. És minket itt a mi vidékünkön és a megyébe kifejezetten bosszantott, hogy a Tiszán túlon, vagy ha messzebbről nézve Tiszán túl, tehát a Tiszán innen, és ez igaz egészen Nyíregyházától Szegedig, végül is nem került kijelölésre semmilyen olyan földrajzi térség vagy tájegység, amely, hát nem mondom, hogy méltó lett volna, mert méltó szerintem lehet itt számos ilyen terület, de amely végül is aki figyelem középpontjába került volna. Úgyhogy a helyettes államtitkár urat ezzel a kérdéssel támadtuk meg, hogy csinálnánk mi itt egyfajta ilyen szakmai közegben egy ilyen összegző kiadványt. Még akkor nem tudtuk, hogy pontosan mekkorát vállaljunk, a megyét egybe elég nehéz és nagy falatnak éreztük. Egyébként a többi 7 kiadvány is ilyen pár tucat, 20-30 vagy ilyen nagyságrendű településekbe fogott bele. Például a Tokaj-hegy alját legközelebbi érintett területként a Tokaj-hegy alja szerepel, de inkább a Dunántúlon és más vidékeken voltak még ilyenek. És mi gondolkoztunk rajta, hogy mi módon válasszunk a mi környezetünkből egy erre a feldolgozásra méltó és alkalmas területet. Végül is a gondolkodása egyébként hát 100 éve valamiféle egységes és együtt kezelt arculatként
kezelt felső Tiszavidék mértékadó szeletére, Szatmár-Beregre esett, úgyhogy a kiadvány, amiről beszélgetünk, az a Szatmár-Beregi építészeti tájegységi arculati kézikönyv. Ez egy szakmai kiadvány, ami nem csak a szakmának szól, tehát valójában annak a térségnek mintegy 100 nagyságrendben 100 települését érinti, a megye pedig 226 településből áll, tehát tisztességgel lefettük úgy a megye felét ezzel a dologgal. Ezt a területet választottuk, és a kiadvány, hát az itt lévő települések településképi arculati kézikönyveit dolgozza fel, ezeket mi röviden TAK-nak hívjuk a szakmában, meg most már kezdik a lakosság körébe, és hogy mikor az építési engedélyhez, vagy valamihez bekérik, hogy de hát hol van a településképi vélemény, vagy valamiféle igazolás, és akkor lassan úgy érzem a köztudatban is kezd ez ismerős lenni, hogy ezzel is foglalkozunk manapság a szakmában. Úgyhogy megszületett ez a kiadvány. Hát a beszélgetés végén én annyit szeretnék, hogy a kedves nézők számára is kiderüljön ezzel a kiadványjal kapcsolatban, hogy úgy tudom, hogy bár ugye ez a rész nem került kijelölésre, mégis a kiadvány, ami itt készült el, talán ez bizonyult a legtökéletesebbnek, a legjobbnak. Hát igen, próbáljuk tesztelni a visszacsatolásokat begyűjteni, és egyenlőre informálisan, és hát hivatalosan ki sem mondják talán azt, hogy ott van 7, és a plusz 1 vagyunk mi, tehát mi nem a 8., mert mi a 7 plusz 1. vagyunk. Magyarul egy alulról jött kezdeményezésből lett ez a dolog. Ez az összesen 8 kiadvány, így is az országnak talán a 10%-át fedi le jelenleg. Az én tudásom szerint a miniszterelnökségnek az a szándéka, hogy a 8 kiadványból, leszűrhető tapasztalatokból továbbfejleszi azt a metodikát, amihez mi szabad kezet kaptunk, egyedül a 8 volt, tehát mi a saját eszünk szerint és egy saját tartalomjegyzéket kitalálva, ezt azt jóváhagyata elfogadtatva, azt csináltunk, hát relatíve, amit akartunk, vagy mertünk, vagy szerettünk volna, a többiek heten pedig hát egy egységes valami más metodikát. Ezekből egy szintézis után meg fog születni remélhetőleg egy olyan klisé, amiben a miniszterelnökség az én tudásom szerint az egész országot szeretné valamilyen logika mentén lefedni ilyen jellegű dolgokkal, kiadványokkal. Hát és én nagyon bízom benne, hogy az eddigi visszacsatolás szerint szakmaiságában és küllemében és talán még terjedelmében is, meg logikájában is a mi kiadványunkat egy picit talán fölé helyezték az a velünk mondjuk kommunikáló kollégák, úgyhogy gratuláltak a munkához. Mi ezt szét fogjuk küldeni az érintett terület településeinek, tehát ez is a vállalásunk része, hiszen kaptunk egy kis pályázati támogatást, és másoknak is, sőt az egész országban a megyei kamarák, aztán a főépítészeknek is van ilyen szervezet. Megterítjük el az országot, nem szégyeljük ezt a kiadványt, úgyhogy szeretnénk, ha látnák az országba, hogy miért tudtunk. Valószínűleg mi is részleteiben is megmutatjuk majd egy másik típusú műsorban. Én köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és természetesen mi is gratulálunk a kiadványhoz. Nagyon szépen köszönöm valamennyi szerkesztő kollégánk nevében.